Azon jelöltek esetében, akik már eddig is a parlamentben ültek, tudhatjuk, hogy tetteikben nem azt csinálják, amiről a kampányban beszélnek, mondta el Gondos István. Azzal folytatta, ilyen jelölt Mirkucki Ádám is. Ő szeret beszélni arról, hogy mikor mit képvisel, de amikor az országgyűlésben szavazni kell, sosem számíthattunk rá. Szembesíteni kell az ígéretekkel és tettekkel, fogalmazott a képviselő Füzesabonyban, a helyi Fidelitas elnökével, Bácsi Csabával közös tájékoztatóján. Mirkucki Ádámnak felhívjuk a figyelmét arra, hogy amit képvisel, vagy amit képviselt, az egyrészt hazugság, másfelől a választókat olyan szinten próbálja megtéveszteni, amit azt gondolom, hogy nem engedhetünk meg, hiszen itt egy komoly dologról van szó, egy 4 éve választunk újra parlament, akik minket képviselnek, illetve az ország érdekét képviselik. Olyan képviselő, én azt gondolom, aki folyamatosan hazudik és becsapja a választói, nem illik a parlamentbe. Gondos István elmondta, Mirkucki Ádám jelen volt a parlamentben a Nők 40 program szavazásánál, de nem támogatta a javaslatot, valamint a kötelező kvóta elutasítását sem szavazta meg.